Corrado Car és Focus immáron egy 1.6-os Gia Focust mutatok nektek. Bármennyire hihetetlen, ezt még nem mutattam. Tudom, hogy rengeteg Focust mutattam, de ez nem az. Ez még egy következő. Elég nagy a Focus forgalom itt a fiúknál, tehát gyorsan jönnek, gyorsan is mennek. Nyilván megbízhatóság, ár, stb. Állapot miatt van ez így. Úgyhogy mindenféleképpen, hogyha érdekel titeket, a használt autópiac egyik legértékarányosabb autója, ami a Focus, amit megtudtam ezelőtt pár nappal, hogy ez tényleg, de hát ezt én már 1000 éve mondom nektek, hogy a Focus árértékarányban másfél millió forint, mindenre jó kombi, ötajtós, nem találtok jobbat. Ezt ugye számtalanszor mondtam már, és most is csak azt tudom mondani. Ez a példány is egy kifejezetten szép, de kezdjük a számokkal, mert biztos mindenkit az érdekel, hogy ez konkrétan mit tud. Ugye Corrado Car 16. kerület, 2005-ös, 101 lóerős régebbi megbízható 1.6-os motor, tehát még nem a változó szerepvezérléses, csupán 107.000 kilométer és 1.600.000 kérnek érte a fiúk. Hát a belseje is parádésan szép állapotban van, de most kezdjük a külsejével, aztán mindjárt jövök ide a belsejére. Hogy a szép Gia Felnik, jó gumik rajta. Erre a szezonra bőven, de még többre is. Ugye rozsdamentes állapot. Meg tudjátok nézni, pont a napokban megy a premier, ahol mutatok nektek Focust, meg C-Maxot is, Focus C-Maxot is alulról. Tehát, hogy ezektől a rozsdáktól nem kell félni. Nem azt mondom, hogy egy néhány felületi rozsdát nem lehet találni rajta, mert lehet, nem mondom, hogy nem. De olyan ellenyészőek, hogy ennyi idősen ezek bőven beleférnek, és konkrétan még ha 20 évig használjátok, akkor se fognak szétrohadni. És itt az ötajtósnál is, ugyan nem akkora csomagtere van, mint a kombinál, de itt is egy elég jó nagy csomagtartóról beszélhetünk. Nem tudom, hogy ötajtós Focusnak ledőtötte már az üléstábláját, lehet, hogy nem, de ha nem, akkor most megteszem. Nem tudom, hogy ezt föl kell hajtani. Igen, föl kell hajtani. Aha, csak ugye előre ki kell kicsit húzni, mert hát nagy ember lévén, de milyen szép a kárpit, nézzétek! Nincs elkopva. És ez a vezetőülés. Na. Tehát előre dőtjük. Bocsánat, de kicsit beteg vagyok. És akkor ezt megnyomjuk. És akkor ennyi. Most nem akarom a másik oldalt is, de látjátok, hogy azért a ötajtós is elég jól variálható. Tehát frankon meg lehet oldani. És természetesen itt is a rozsdamentes állapot. Ilyen nagyon pici pöttyöket lehet találni. Tehát azért mondom, de ezek 20 év múlva se fognak szétrohadni. Jó, gumik! Úgyhogy mindent mutatok nektek. Véletlen vidékről jöttök, vagy valami. Nem sok helyen van ennyi Focus egy helyen. Úgyhogy ha vidékről jöttök, akkor érdemes mindegyiket végignézni. Elég sok mindent mutatok meg itt videón, mert nem csak ő Focus van, hanem ugye van ő, és ja, meg ő. Ja, és van még egy legújabb ő. Majd róla is készül mindjárt videó. Úgyhogy majd azt is meg tudjátok nézni. Ő még egy kicsit új. No. Szóval is nézzétek, milyen szép sziluettje van az autónak. Abszolút szép. Na, de akkor nézzük belülről. Kívülről már láttátok, amit kell. Mutattam, hogy tök jól lehet variálni, meg az ötajtósokat is elég jól, jó nagy hely van benne. És hát nézzük a belsejét az autónak. Szép fogantyúk, itt is plüss, ezt nagyon szeretem a
régi Fordokba. Ennek az új Facelift-nek sem rossz, de én azért ezt jobban szeretem, ezt a plüssöt. És itt is plüss van. Szép ezekben, szép a fabetét. Digit klíma, ESP benne van. Nagyon jó fogás a kormány, és nagyon jó mennek ezek az 1.6-osok. Jók ezek a 1.6-osok. Itt még mondta, amúgy mondtam, nem a változó szerepvezérléses. Nagyon jók, megbízhatóak. Tehát ennyi pénzért nem találtok jobb autót. Árérték arány, mert tényleg zseniálisan jó, és minden benne van, tehát tempomattól kezdve biztonságos, fejlégzsák van bennük, oldallégzsák van bennük, tehát minden megvan, ami kell. Tárolórekeszek, pohártartók, könyöklő, minden megvan. Minden megvan. Minden. Tehát nem találtok a fókuszoknál így ilyen jobbat. És természetesen teljes szerviz történet. Minden nagyon-nagyon frankó, úgyhogy én nagyon ajánlom nektek. Úgyhogy hát ennyit nem is akarok. A belső egy gyári állapotú. Tehát teljesen gyári. Tehát vágóképeket megnézhetitek. Mindig vagy a végén, vagy a közepén be vannak vágva. Tehát gyári. De kívülről is szinte gyári. Úgyhogy no. Hát további autóig, ami valószínűleg most megint egy fókusz lesz. Megyek még azt a szürkét, amit mutattam nektek, azt megnézhetitek. Úgyhogy, no. Sziasztok!